Na jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, üdvözlök mindenkit! Ma megint ilyen közlekedés, kötözködős napom van. Ugye múltkor megvitattuk a villamost a Havanna felé, Havanna lakótelep felé. Ma pedig egy újabb ilyen, mondjuk úgy, hogy vágyálomról van szó, és ebben a vlogban elmondom a véleményemet, a BKK újabb vágyálmáról, ami szintén már réges-régóta terve van véve, és réges-régóta időről időre minden ilyen önkormányzati választási ciklusban felmerül. Ez pedig, hogy villamos a Bajcsi-Zsilinszky útra. Nos, én a magam részéről azt mondom, hogy ez egy remek ötlet lenne, ha egyszer megvalósítanám valakit, hiszen annó volt villamos a Bajcsi-Zsilinszky úton, csak hát ugye a metróépítés miatt ezt megtették, főszámolták, vagy lehet, hogy nem csak a metróépítés miatt, hanem még korábban jelentőtötték, de a lényeg nem változtat, hogy főszámolták a villamos közlekedést a Bajcsi-Zsilinszky úton, és évtizedek, hosszú évtizedek alatt nem sikerült jövőre jutni, hogy hogyan építsék vissza. Ugye ott most megy a troli, de most már leginkább önjáróba. Tehát ugye annó kiépített troli vezeték volt, meg troli végállomás az Aranyjáros utcai metróállomásnál, csak ezt mostanság ugye megszüntették, és azoknak a troliknak a vonalát, amik ott végállomásoztak, meghosszabbították, és magát a troli végállomást megszüntették, tehát beépítették, és akkor a Podmaniszki tér új értelmet nyert, ugye, meg ugye felújították az Arany János utcai villamos metróállomást is. Szóval, hogy mondjuk úgy, hogy az Arany János utca szóli szempontból megszűnt végállomásnak lenni, csak egy megálló, és valahogy megoldották a trali fordulást addig is, amíg az átépítés zajlott, de hát elég hülyén. Most meg ugye mondom, felső vezeték nyisztott, tehát önjáróba közlekednek a trolik. És hát, mit nem mondjak, én nem tudom, hogy gondolták ezt, mert ugye oké, troli felső vezeték nem kell, hiszen önjáróba eljár a troli, viszont villamos felső vezeték meg nincs. Tehát most elbontották a troli felső vezetékét, helyette nincs semmi, viszont a villamosnak kell felső vezeték, mert az nem tud önjáróba közlekedni, jelen pillanatban még, legalábbis ezek a cafkák nem fognak tudni önjáróba közlekedni, tudtom ma. Meg eleve akkumulátoros villamos, ha jól tudom, egyedül Amerikában létezik, ott is csak egy helyen, úgyhogy mindegy. A lényeg, hogy szóval, oké. Visszaépítenék a villamost a Bajcsira, és ezzel megteremtenék az összeköttetést újra, mert ez a hangzatosság benne, vagy ez a tulaj benne, hogy megteremtenék az összekötést ugye a Deák tér és a Lehel tér között, mert hogy nincs más alternatíva a metron kívül, persze. Na már most oké, tételezzük föl, hogy mondjuk ez sem feltétlen igaz, de ugye létezhetne más megoldás, de azt aláírom, hogy mondjuk úgy, hogy sokkal egyszerűbb lenne az élet, hogyha közvetlen villamosjárat lenne a Deák tértől, vagy hát nem a Deák tértől, hanem egyszerűen kiállhatna villamos Újpestre úgy, hogy nem a Lehel térre végállomásodik, és utána nem kell átszállogatni metróra, onnan megint más villamosra, hanem lenne egy közvetlen összeköttetés, ami mondjuk Újpestről járhatna nem csak a Deákig, hanem azon túl is, tehát mit tudom én, a 14-est meghosszabbítanák a Lehel tér helyett egészen a, hát első fázisban mondjuk a Deákig, igen, mondjuk ez is egy érdekes dolog lenne, de hogy meghosszabbítanák mondjuk egészen a 47-es budafoki végállomásáig például. Most csak mondtam egy példát, hogy vagy ha nem a 10, vagy nem a 47-es budafoki végállomásáig, akkor meg kivihetnék ugye a, ja Istenem, nem Rákos rendezőre, hanem a
Na mindegy. Szóval, hogy kivihetnék ugye a 4-es metrónak a végállomásáig például. Tehát sokféle megoldás létezhet. Új-Budára gondoltam egyébként. Szóval, hogy sokféle megoldás létezhet. De. És akkor itt jön a de. Egyrészt ugye az, hogy villamos járjon a Bajcsin újra, az olcsóban jön ki, mint egy metró hosszabbítás, ez tény. Viszont ahhoz kell kiépíteni olyan infrastruktúrát, hogy felsővezeték, meg sinek. És akkor már elvileg jobb lenne, hogyha nem az úttesten közlekedne a villamos, hanem hát úttest mellett, az átpályán például, én legalábbis ezt forszíroznám, mert ugye, ha a villamos közlekedést az úttesten folytatjuk le, akkor ott föltartja az autós forgalmat, ami mögötte jön. Ha viszont az átpályán közlekedik, tehát a forgalomtól elzárva, az autós forgalomtól elzárva, akkor még mindig maradna hely az autóknak, a Bajcsin, meg a buszoknak. Igaz, hogy egy-egy sávban lerövidül, de akkor talán tételezzük föl, bár nem az az igazság, hogy nem nagyon hiszek ebben, de tételezzük föl, hogy igaza van a BKK-nak, hogy akkor többen szállnának át villamosra, többen tömegközlekednének, vagy közösségi közlekednének, mint ahányan ugye kocsival ülnek. Na most abban a társadalomban, ahol még a WC-re is kocsival mennek, ezt nehezen tudom elképzelni, hogy ez tényleg így lenne, vagy így történne, de megadom a lehetőséget, tehát megadom a feltételezést, hogy tegyük föl, hogy tényleg többen választanák a közösségi közlekedést, mint mondjuk az autós közlekedést, mert ugye a franc akar a dugóban ülni, és ha lenne közvetlen eljutási lehetőség, mondjuk Újpestről közvetlenül villamossal, akárcsak a Deákig tételezzük föl, akkor is jobb lenne. De mondom, ezt csak úgy lehetne megvalósítani, hogy a villamos is tudjon haladni, meg az autók is tudjanak haladni. Tehát az, hogy a villamos pálya az úttesten haladjon, az autós forgalommal együtt, az számomra hülyeség. Már úgy értem, hogy hülyeség, hogy az, hogy autós forgalmat ráeresztelni a villamos pályára, ez a legnagyobb baromság, mert hogy az a villamost is hátráltatja, meg a villamos is hátráltatja az autós forgalmat, hogyha éppen ugye a megállóban áll. Úgyhogy ez így ebben a formában hülyeség. Egyébként hülyeségnek tartom bizonyos mértékig azt is, hogy a busz ráereszik a villamos pályára, ugye, ha már Deák tér, meg Asztória, mert közvetlen átszállás meglehetősen jó ötlet önmagában véve, hogyha nem tartja fel a busz a villamos, vagy a villamos nem tartja fel a buszt. Tehát az, hogy hegyekben állnak egymás mögött a villamosok, meg a buszok, az valahogy nem buli. És persze jobb és gyorsabb, meg könnyebb, hogyha a villamos ott áll meg, ugye a busz ott áll meg a villamos mögött például, és teszem azt, leteszi az utasokat a busz, és gyorsan át tudnak szállni a villamosra. Ez kurva jó, tehát nagyon nagy idősporolás. Csak mondom, amikor csúcs van, akkor az, hogy egymás hegyi hátban állnak a járművek, az nem buli. Ráadásul, amikor három villamos járat van a Deákról, ugye, mert utána 47, 48, 49, akkor pláne nem buli. Na most, ha ezt még megépítik a Bajcsin tovább, és ugye elvezetik, és összekötik a 14-est, mondjuk a tehát a 14-es eljön csak az EA-kig, most csak az EA-kig. Már az is netes lenne, de hogyha túlvezetnék, és akkor ugyanúgy, mint a 47-es menne tovább, hogy Astoria, Kálvin, stb. Hogy? Azt most nem is beszélve, hogy ugye az EA-kon túl, ugye, tehát ott van a Szabadsághíd, és a Szabadsághíd akármilyen villamos nem mehet föl, mert nem fér el, tehát ott megint ha más nem, akkor találkozási tilalmat kell elrendelni,
az megint lassítja a forgalmat. Tehát ezek nagyon sok hátulütője van ennek, hogy a Bajcsin újra villamos forgalom legyen. De a föld alatt nincs ennyi probléma, mert ott nem közlekedik semmi a metró kívül. Tehát ott nem tartja föl a metró forgalmát semmi. És azoknak is a véleményével valamennyire együtt tudok érteni, hogy a Deák, ha mondjuk csak a Deákot veszem, akkor a Deák Ferenc teret, a Deák Ferenc térről ugye metróval el lehet jutni a Lehel térig. Oké, Újpest központon túl nem lehet menni, tehát arra meg ott a villamos jelen pillanatban, tehát hogyha most valakinek nem felel meg az, hogy a Bajcsin villamos közlekedjen, az közlekedjen a metróval és a villamossal. Tehát ez lehetőség adott. Nem tudom eldönteni, hogy ez most mennyire lenne jó, vagy hát jónak jó lenne, tehát én engem már ugye nem érint, de mindenképpen egy hasznos dolog lenne, hogyha újra járhatsz a villamos a Bajcsi-Zsinszky úton. Ez nagyon szép, meg nagyon jó. És amikor először fölmerült, már akkor támogattam, hiszen hát most ha a belvárosi látképet leszámítjuk, akkor is nagyon praktikus. Tehát csak a praktikussági szempontját nézve egy nagyon hasznos dolog lenne, és időt lehet nem esporolni az átszállogatások elkerülésével. Már amennyiben tud hallani a villamos, ugye? Na de! Az a baj, hogy ez ugyanolyan, mint a kispesti villamos hosszabbítása, ha van nála, hogy évek óta tervben van. Évek óta már megvan rá az, hogy merre menjen, már megvan a nyomvonal, már minden megvan. Ugye az is kapitány, vagy közösségi közlekedés kapitány lábjában már ezt említettem, hogy egy nagyon szép terv, meg nagyon jó terv, de az a baj, hogy ennek a tervnek az is a része, hogy elbontják a nyugati téri felüljárót, hogy a villamos nyugodtan tudjon közlekedni. Mert hogy manapság már nincs szükség rá, ha a villamos közlekedés megindul, na de az kéne, hogy akkor elkezdjék elbontani. De nem történt ez ügyben még semmi, úgyhogy nem tudom, mit gondolnak, vagy hogy gondolják. Minden esetre ez egy olyan dolog, hogy amíg nem történik semmi, nem történik egy kifejezetten látványos tevékenység ez ügyben, tehát egy kapavágás nem történik, mert nem történik még semmi, addig ez mind nagyon szép, mind nagyon jól hangzik, csak nem hiszem el. Tehát ez ugyanolyan, mint mondom, ez tök ugyanaz, mint ha van nála a villamos, hogy nagyon szépen hangzik, nagyon jól hangzik, csak nem történt még mindig semmi az ügy érdekében, ami látványos lenne, mert az, hogy van egy útvonalterv, meg van egy látványterv, meg fölmérik a lakosság igényét, és stb. Ez mind nagyon hangzatos, csak nem megvalósítás. Bár úgy értem, hogy megvalósítás része lehet, de ugye, hogy mondjam, annak, hogy van egy látványterv, meg van egy útvonalterv, meg megbeszélik a lakókkal, annak még nem folyamánya az, hogy akkor rögtön lehet már is kezdeni a munkálatokat, és akkor már is megoldást nyert a probléma, és mit tudom én, egy évben belül már villamos fog száguldani a Bajcsin, vagy esetünkben a Bajcsin, de mondhatom ugye a havanalkó telepet is. Tehát ez egy hosszú folyamat, arról nem is beszélve, hogy hány lehetőség van arra, hogy megvétózzák ezt, és onnantól kezdve megáll az egész, nem halad a építkezés, ha lesz építkezés, tehát ennek nagyon-nagyon sok hátulütője van, és mondom, nem látunk belőle semmi érdemlegeset. Márpedig én úgy vagyok vele, hogy amíg én nem látok semmi érdemlegeset, hogy történt volna az ügyben, addig nem hiszem el, hogy bármi is fog történni. Tehát ez megint egy nagyon szép ígéret, megint bedobták a mézes mandagot, aztán jó napot kívánok. Na, lehet velem vitatkozni, hogyha nem értesz egyet. Én most nem akarok belefolyni abba, hogy ki legyen a főpolgármester, hogy akkor megtörténik, vagy nem történik meg, hogyha a vitézi lesz, vagy hogyha marad a karácsony, vagy hogyha mit tudom én, a Szent Királyi Alexandra nyer. Nem hajtok nagyon politikázni, szakmai részről esetleg meg lehet vitatni,
hogy ti, mint közlekedés barátok, mit gondoltok erről, hogy mennyire beszélek hülyeséget, vagy nem beszélek hülyeséget. Szóval itt komment szekcióban például meg lehet vitatni, és akkor én mindenkinek megpróbálok válaszolni. Hát illetve a szokásos, hogy like, feliratkozás, esetleg egy kis donation a kerítésön, és akkor találkozunk legközelebb, és majd egy közösségi közlekedés kapitány live-ot is tervezek, mármint hogy én indítom a live-ot vele, de hát ez már csak áprilisban lesz, viszont akkor megvitatjuk ezeket a témákat, és valószínűleg addigra még lesz egy vlogom a 75-ös szóló hosszabbításáról is, abba is bele fogok kötni, úgyhogy figyeljétek a csatornát, jó? Na, addig is, bajjövő, bazit!